Sziasztok! El is érkeztünk az anime elemzés egy újabb részéhez, de előtte megemlítenék pár dolgot. Megpróbálom az ígéretemet betartani, és minél több tartalmat gyártani, amikor az időm csak engedi. Azonban sajnos egy ilyen közel 5-10 perces rész összehozásához körülbelül 5-6 óra munka kell. Szóval ez nem könnyű feladat. Szeretném mindenképp ezt a minőséget tartani, mivel, mint említettem már pár videónak a leírásában, összeállt a szükséges technika. Ami gondolom azért észrevehető is, ha az animáció nem is, a hangminőségem biztosan. Sikerült majdnem a maximális szintre emelnem az eszközeim minőségét. Még egy RTX 3080-as videókártya várat magára, de ezt leszámítva, teljes mértékben a csúcs technika áll a rendelkezésemre. Elsősorban a felvételekhez és animációhoz a nyersanyagot egy Logitech HD C922 webkamerával tudom elkészíteni, ami rettentően megkönnyíti a dolgomat. Ugyanez vonatkozik a hangfelvételekre is, amiért egy Blue Yeti mikrofon kezeskedik. Már ennek a két eszköznek a segítségével is olyan előnyhöz jutok, ami sok időt spórol nekem. Csak hogy érzékelhető legyen a különbség, előtte egy sima mezői fejhallgató mikrofonnal és egy telefon kamerájával vettem fel ezeket az anyagokat. Ami hát ismerjük be, rengeteg kihívás gördített elém. Valamint az sem utolsó dolog, hogy a videó szerkesztés és konvertálás villámgyorsan történik. Egészen pontosan nem egész 3 perc alatt Full HD 60 FPS-ben. Ez hihetetlen könnyedség számomra, mivel hogy előtte akár fél napokat is elvett ez a procedúra, és nem volt lehetőségem javítani a kész terméken. Olyan volt, amilyen, és kénytelen voltam úgy feltölteni. Végül, de nem utolsó sorban, hamarosan egyéb tartalmak is érkeznek a csatornára. Illetve már meg is érkeztek, és lassan aktív lesz a Twitch is. Az, hogy hogyan jutottunk idáig, viszont majd egy másik videóban kap helyet, így is túl sokáig húztam az időt. Lássuk is, hogy miről szól a Sword Art Online. 2022-t írunk. Piacra dobták a Sword Art Online nevű játékot a Nergir nevű VR sisakkal együtt. A sisak minden érzéket irányít az agyon keresztül, tehát lényegében képesek a játékosok belépni a játékba úgy, mintha az a valóság lenne. Rögtön a megjelenés után elkapkodták az összes játékpéldányt, mivel csak limitált darabszámban volt elérhető. 10 000 játékos kezdhette meg kalandjait az online világban. Hőhősünk, Kirigaya Kazuto, alias Kirito, egyike volt a szerencsés 1000 beta teszternek, akik már kipróbálhatták a játékot, így ő már sokkal tapasztaltabb, mint a többiek. Miután belép a játékba, megismerkedik egy Klein nevű játékossal, akinek segít a játékban eligazodni és megmutatja neki a játék alapjait. Azonban sajnos Klein elég lassan tanul, szóval egy egész nap rámegy, mire ráérez. A nap végén főhősünk elköszön újonnan megismert barátjától és ki szeretne lépni. Hamar szembesülnek a ténnyel, hogy ez nem lehetséges, ugyanis hiányzik a kijelentkeztető menü. Nem sokkal ezután fény derül ennek okára. Kayaba Akihiko, az SCO és Nervio megalkotója, szembesíti a játékosokat. Ez nem egy hiba. Az egyetlen mód a szabadulásra és a valóságban való visszatérésre, mind a 100 szint teljesítése. Ez nem is hangzik olyan durván, igaz? Na de a csavar az egészben az, hogyha valakinek az életpontja nullázódik, nem csak a karaktere, de ő maga is meghal a valóságban. A Nervgear egyszerűen megsüti az agyát. Abban az esetben is ugyanez történik, ha valaki megpróbálja levenni róluk a sisakot. Illetve a Nervgear beépített akkumulátorra rendelkezik. Így ha kihúzzák azt, és a lemerülési időn belül nem kerül újra áramforrás alá, szintén kisüti az agyat. A történet innentől kezdve egy élet-halál harc lesz a túlélésért. Kirito mellett több ember sorsát is megfigyelhetjük, akikkel találkozik az útja során. Van, aki csak egy részerejéig fog a középpontba kerülni, és van, aki többször is feltűnik. Vajon le tudják győzni Kayaba Akihiko világát? Túléli Kirito? Most pedig beszéljünk részletesebben egy kicsit az animéről. Aki nem kíváncsi a spoilerekre, az tekerjen az értékelés részhez. Az anime 3 évadot ölel fel, illetve készülőben van a 4. évad. Így kezdjük az egészet az elejétől. Tehát az alapkoncepció adott. Ki kell jutni a VR-ból. Na de ugyan már miért is olyan pontos ez? Hisz mindannyiunk álma egy fantasy világban kalandozni, nem? Leszámítva azt, hogy meghalhatsz ugyanúgy, mint a valóságban, sokkal jobb a modern világunknál. A probléma ott van, hogy sajnos a valóságban a testnek táplálékra van szüksége, van anyagcseréje, illetve az izmai az embereknek elsorvadnak egy idő után, ha nem használják őket. Ez az az indok, ami miatt szorítja a játékosokat az idő, és minden áron ki akarnak jutni. Mert hát, ismerjük el, mindenkinek nagy szenvedélye kiskora óta nem éljen halni. Persze vannak átmeneti megoldások, hogy infúzióra kötik őket és hasonlók, azonban ez az államnak rengeteg pénzébe kerül, márpedig eltartani nem fog senkit. Az eredeti SCO csupán 12 részig tart, azonban az első évad 24 részes. Nos, ez azért van, mert sajnos rohamléptekben halad előre a történet. A készítők sajnos hajlamosak voltak elnagyzolni a cselekményeket,
holott egy ilyen világnak a teljes kibontakoztatása, mind a 100 szint megismerése egy Naruto hosszúságú animével ért volna fel. Na de akkor miről is szól a maradék 12 rész? Tovább bonyolódnak az SCO cselekményei, és átmenjünk túlszabadításba egy új másik, nagyszabású játékban, aminek a neve Alfheim Online. A maradék évadokról csak nagy vonalakba beszélek egy keveset, mert sajnos ugyanúgy, mint a Zero no Tsukaimánál, fél napokat is lehetne, és ez a videó pedig sajnos nem olyan hosszú, és untatni se akarok senkit. Az első évad tehát két részből épül fel, a Sword Art Online és az Alfheim Online-ból. Az alapkoncepció nekem nagyon tetszett. Amit sajnálok, az tényleg a nagyon nagy ugrások a történetben, sokkal többet is ki lehetett volna hozni abból a világból, és sokkal részletesebben is be lehetett volna mutatni. A második fele az évadnak még mindig nem volt rossz. Ha nem is ilyen gyorsan, de folytatásként mindenképp beleillett a világba. A probléma ugyanúgy az elnagyzoltsága volt. Ugyanis ez a világ kicsit más volt, mint az SCO, felvezettek annyi újdonságot, amit sokkal jobban is be lehetett volna mutatni, vagy nagyobb hangsúlyt fektetni rá, ez azonban elmaradt, így elmerült a feledés homályába. A második évad szintén két felvonásban jelent meg. Az első fele a Gangale Online nevű játékban játszódik. Váltottunk a középkori fantasy világról egy modern FPS világra, fénykardokkal megspékelve. A nagy váltás miatt megint csak azt tudnám mondani hiánynak, hogy sok mindent felvezettek, de elnagyzolták és lezáratlanul hagyták a dolgokat. Igazából az első 12 rész viszi erőltetve tovább a főszálat, ami nem másról szól, mint egy Death Gun nevű playernek a levadászásáról, aki ismét gyilkolni tud a játékban, holott az SCO világának már rég befellegzett. Miután a cselekmény kiforta magát, a maradék 12 rész igazából olyan, mint egy jó hosszú filler. Pár rész arról szól, hogy Kirito megszerzi magának az Excaliburt, de az soha többet nem kerül elő az animében. Illetve a további részekben nem Kiritoé a főszerep, hanem egy Zekken nevű lányi, aki súlyos beteg a valóságban, így az online világban éli a mindennapjait. Őszintén megmondom, Zekken fejezete lett a legrosszabb az összes közül. Sajnos az animéből nem maradt semmi, amit eredetileg képviselt. Egy drámának tökéletes volt, tele érzelemmel, barátsággal és mi egymással. De ne feledjük el, hogy eredetileg az anime egy akció élethalál harcot képviselt MMORPG stílusban. Ennél a pontnál sajnos már nem sok reményt láttam az elkövetkezendő évadokban. Azonban a készítőknek sikerült ismét egy remek koncepciót megalkotniuk. A harmadik évad neve Underworld. Kicsit ugyan más a felvezetése és a megvalósításának a módja is. Azonban remek cselekményt kapunk és lényegében ugyanazt az isekai műfajt képviseli, mint az alapkoncepció. Az, hogy ez hogyan lehetséges, abban most nem mennék bele. A lényeg, hogy a nullázás szó szerint kell érteni, ugyanis Kirito elvesztette az emlékeit és jóforróan azt hiszi, hogy az Underworldben született, illetve így is van, mert az avatárját gyerekkorától kezdve ő irányítja. További spoilereket nem említenék. A harmadik évad szintén felvonásokban található meg, különböző alcímekkel és 47 részt foglal magába. Szerencsére itt már kijavították az SEO hibáit és sokkal jobban bemutatták a világot, azonban néhány részletet még így is hiányosnak éreztem. A három évadban a közös pont az, hogy a fő cselekményszál sosem akad el és mindig egymásra épül a történet, tehát feltétlen szükséges az előzmények ismerete, a részeket nem lehet átugorni, mert rengetegszer vannak átfedések. Valószínűleg a negyedik évad után lesz egy ötödik évad is, ugyanis az adott évadok az eredeti light novel köteteit dolgozták fel. A No Game No Life előtt sokáig a Sword Art Online volt a kedvenc animém, azonban sajnos csak az alap első 12 rész volt, ami igazán megragadott. Egészen az Underworld fejezetekig erőltetett volt a történet, és egyáltalán nem kötötte le annyira a figyelmemet. Régi nagy álmom válna valóra, ha a VR technológia olyan szintre fejlődne, mint az animében, és ezt már 2012-ben is így gondoltam. Mára ezek az álmok már-már kezdenek megvalósulni, és volt alkalmam nekem is beszerezni egy Valve Indexet. Hihetetlen élmény, és ha belegondolok, hogy milyen hihetetlen lehet majd, ha az anime által felvázolt technológiáig eljutunk, az egyszerűen megborzongtat. Térjünk is rá a negatívumokra, illetve pozitívumokra. Negatívumnak azt mondanám, amit már említettem. A kidolgozottság hiánya, illetve a túlzott műfajtól való eltérés az évadok előre haladtával. Pozitívumnak azt tudnám mondani, hogy az alapötlet, illetve a koncepció tökéletesen megállja a helyét. A valóságban is bekövetkezhet akár egy hasonló szituáció. Mindenképp meg kell említeni ezen kívül azt is, hogy annak ellenére, hogy a történet nagy vonalakban halad előre, teljesen vissza tudja adni azt az MMORPG-s érzést, amit rengeteg játékos áttélt már, a szólózással, a partizással és a céhes dolgokkal kapcsolatban. Következzen az értékelés. Az animáció átlagos, illetve kicsit jobb, mint az átlag kategória. Néhány részt leszámítva, ahol kiemelkedően jó, nem hoz semmi újdonságot. A színvilága alapjáraton rendben van. Talán a téli jeleneteknél, illetve néhány boss harcnál kicsit jobb minőségű. 10-ből 8 pontot érdemel.
Az alaptörténet ötlete kiemelkedően jó, azonban, mint említettem, az évadok előre haladtával az ellaposodik. Persze biztos van, akinek ez jobban tetszett. Az Underworld fejezetekhez érve azonban ismét új életre kap, tehát ha értékelnem kellene, akkor úgy alakulnának a pontszámok, hogy az első évad első fele 10 pont, a második fele 8 pont, a második évad első fele 8 pont, a második fele 4 pont. A harmadik évad első fele 9 pont, a maradék pedig 10. Összességében, tehát ha átlagolunk, akkor 10-ből 8 pont. Az openingek szerencsére mindenhol rendben voltak, egyedül talán az ekkenes fejezetnél nem tetszett annyira. Azonban elmondhatom, hogy nem egy és nem két részt néztem meg úgy, hogy nem pörgettem azt át. Az első évad két openingje kifejezetten a személyes kedvenceim közé tartoznak. 10-ből 9 pont. Szintén elmondható ugyanez az endingekre is. Korrekten befejezi az animét, a zenei anyaga is rendben volt. Az első évad második endingje kifejezetten tetszett. Teljesen tükröztetni tudták vele az egyik főkarakternek az érzelmi állapotát. 10-ből 9 pont. Az anime nagy előnye nem az animációban rejlik, hanem a háttérzenében. Ebben igazán kiemelkedő munkát végeztek a zeneszerzők. Rengeteg olyan párbeszéd és helyzet adódott, ahol a háttérzenével a feszültséget és a nyugtalanságot annyira a végletekig húzták, amennyire csak tudták. Érdemes akár meghallgatni külön-külön csak a soundtrackeket is. 10-ből 10 pont. Jöjjön hát a végszó. Összességében az anime egy olyan MMORPG műfajt képvisel, ami minden igazi gamer álma. Ugyan voltak buktatók a fejezetek során, azonban mindenképp érdemes belekezdeni, ha nem is feltétlen vagyunk oda a játékokért akkor is. Hogy kinek is ajánlom? Annak, aki ki akar szakadni egy kicsit a valóságból, aki szeretné elképzelni és beleélni magát egy lehetséges jövőképbe, aki szeretné megtudni, milyen fontosak a kötelékek, barátságok, szerelmek és a család. Annak, aki szeretné megtudni azt, hogy milyen is az, amikor elárulnak, vagy elvesztesz számodra valaki fontosat. Én Erik voltam, ez pedig az anime elemzés sorozat. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!